100 éve történt. A nagy háború. Akadozó ellátás, hamisított élelmiszerek, farkaséség és farkas törvények a fronton. Egyedileg vagy kisebb csoportokban meglátogatták a majorokat, házakat és csirkét, pulykát, ami kézre akadt, mindent beszereztek. Se pénz, se posztó. Hiánycikkek a háborúban. Fontos terület volt a ruházati ellátás, és főleg a fehérnemű pótlása. Kifejezetten katasztrofális állapotok voltak. A hadifogság mindennapjai. Rohadt marharépát ettek, lódögöket ettek, cserélgettek, pokrócokat, ruhákat, bocskorokat. A nagy háború. Spekál József nagyapja végigharcolta az első világháborút. Az ő története ösztönözte a mérnökezredest, hogy a világégés kutatója legyen. Hétköznapi, mégis meglepő területet választott, a hadsereg a hátország élelemellátása foglalkoztatja. Amikor gyermek volt, akkor nyilván voltak vasárnapi ebédek, húslevessel, töltött káposztával, és hát ott volt az ön nagyapja is ezeken a vasárnapi ebédeken. Beszélt például a nagyapja arról, hogy a fronton milyen volt az élelmezés. Nagyapám jelentkezett önként a rohamcsapatokhoz. A tűzösségi előkészítés után őket vetették be elsőként, tehát a legnagyobb veszteség őket érte, de erre fel is kellett őket készíteni, így az élelmezés is eltérően egy kicsit magasabb és jobb volt, mint a egyéb állományoknál. Teli hassal rohanni a halálba. Na, ez nem azt jelenti, a teli hass az komoly probléma volt, mert a haslövés az végzetes volt. Én arra értem a jobb élelmezést, hogy amikor készültek a bevetésre, akkor jobb élelmezést kaptak, hát neki kúszni kellett, rohanni kellett, lövészárkokon kellett áthatolni, hatalmas fizikai igénybevételnek voltak kitéve. A nagyapja nem mesélt önnek éhezésről, hogy silány minőségű ételt kaptak. Természetesen náluk is előfordult, mert az ellátásban az egyik nagy probléma az egyenetlenség volt. Hogyha az utánpótlásban zavar keletkezett, nem kapták meg a teljes hadiadagot. Lemaradt a mozgókonyha, ahogy haladt előre a háború, egyre nehezebb lett az élelmezési helyzet. Az ellátás nem csak a fizikai, hanem a lelki állapotot is erősen befolyásolta. Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet. Mennyiségileg is gondok voltak, és a háború előre haladtá, egyre inkább a minőségi szempontok is kárt szenvedtek. Fontos terület volt a ruházati ellátás, és a főleg a fehérnemű pótlása. Katasztrofális állapotok voltak, tehát általában a legtöbb katonánál már ekkora az a fatokra szaggatt a meglévő fehérnemű, illetve ing vagy más ruhadarab. Volt arra példa, hogy elvittek egy egységet pihenőre, kellett volna új ruhát kapniuk, és hát írják a korabeli források, hogy szinte mesztelenül érkeztek meg erre a helyre, és nem tudták pótolni ezt a hiányt. Induljunk el az elejétől. Boldog békeidők van, olyan időszakot élünk, amikor három generációt beleértve nem volt háború. Nyilván itt is megvoltak azok a külvárosi részek, ahol éhínség van, ahol borzalmas körülmények között éltek Budapest külvárosában is az emberek, de alapvetően mondhatni azt, hogy egy jóléti társadalomban vagyunk. Most ebből az életből csöppenünk át egy háborús helyszínre, a háborús körülmények közé, ahol meg nagyon nincs így. Elfelejtettek, vagy nem tudtak rá felkészülni, hogy ide nem csak emberanyag kell, hanem azoknak élelmiszerre is szükségük van. A háborúra való élelmi felkészülés az megfelelő volt. Tehát a hadsereg a meghatározott normák alapján rendelkezett az előírt készletekkel. Vagy csak arra a kis időre, ameddig tervezték? Hát arra a kis időre az első probléma itt kezdődött. A hadi élelmezési számvetéseket 3 hónapra készítették el. A 3 hónap alatt az élelmi készleteket a hadsereg jó részt felemésztette. Ez volt az első probléma. De a második probléma az volt, hogy Ausztria élelemellátásában igen fontos szerepet betöltő Galícia mintegy 2/3 és Bukovina teljes területe elesett, tehát ezt élelmezés szempontjából nem lehetett figyelembe venni. Magyarország élelmezési terhei megnőttek. Kiesett. Hát ez mind orosz kézre került. Majd mikor 1915. május 2-án megkezdődött a galicei áttörés, akkor ennek nyomán felszabadult csaknem teljes Galícia, illetve Bukovina, akkor már ez a terület bekapcsolódott az élelemellátásba, de addig kiesett. És még egy igen fontos dolog, a sikertelen hadműveletek miatt számtalan megrakott
élelmezési vonat, élelmezési raktár pusztult el, illetve került az oroszok kezébe. De honnan szerezték be a hadsereg ellátásához szükséges mennyiséget, amikor már kiürülőben voltak a készletek? A fogyatkozó mennyiség ellenére az első időben a pazarlás is jellemző volt. A hadsereg élelmezését két forrásból szerezte be. Ha helyszíni beszerzés nem valósult meg az elírásoknak megfelelően, akkor utánszállítással kellett pótolni a felhasznált élelmiszert. A helyszíni beszerzésnél vásárolták, ez azt jelentette? A helyszíni beszerzés három módon valósították meg. Vásárlással, harácsolással vagy zsákmányolással. A vásárlás úgy nézett ki, hogy annak érdekében, hogy a hadsereg ellátása zavartalan legyen, a hadsereg meglehetősen pazarlóan bánt a pénzeszközökkel. A szükségesnél is magasabb árakon vásárolt azért, hogy az adott időre, az adott készletek rendelkezésre álljanak. Így önmaga is hozzájárult az áremelkedéshez, és hova tovább, körülbelül az élelmiszer árak, átlagosan mondom, 5-6-szorosan megdrágultak a háború végére. A disznóhús 12-szeresre emelkedett, a tojás megint körülbelül 12-szeresre. Ugyanakkor viszont például a barna kenyér 3-szoros ára emelkedett. Mennyi volt egy napi adag, egy fejadag? Mi az, amit mindenféleképpen ki kellett adni, és ez mennyiségben mennyi lehetett? Élelmezési utasítás háború esetére című könyv, az háromféle hadi élelmiadagot határozott meg. Szabványos, teljes és tartalék élelmadagot. A katona általában a szabványos élelmadagot kapta meg. Ez a következőkből állt. 700 g kenyér, vagy 400 g kétszer sült, 400 g marhahús, 100 g főzelék, 20 g zsír, 30 g só, 0,5 g paprika vagy bors, 1 g szárított zöldség, 2 darab 46 g-os kávékonzerv, és 18 g dohány. Ez a napi norma, ez a szabványos. A teljes élelemadag, ami tulajdonképpen az igazi hadi élelemadag lett volna, 40% főzelékkel volt több. A főzéshez szükséges hozzávaló közé besorolták 5 g-mal a hagymát és 2 centiliterrel az ecetet. A dohány 30 g lett, és nagyon fontos, a teljes adaghoz tartozott 0,5 liter bor. Ezt mindig megkapták? Meddig kapták ezt meg, ezt az adagot? Mikor kezdett ezzel csökkenni? Ja, mindjárt mondom, még talán hozzáteszem, hogy miből állt a tartalékadag? 200 g kétszersűből, 200 g húskonzervből, 30 g sóból, 2 darab 46 g-os konzervből és 18 g duhányból állt. Ezeket az élelmi adatokat a harcoló állomás szükségletére határozták meg. Ez havonta 40 deka tiszta húst számolva, ez 10 000 vágómarhát jelentett. Mennyi volt a monarhiában abban az időben? A háború elején kb. 14-15 millió. 1916. augusztus 1-től a közös hadügyminisztérium elrendelte a normák csökkentését. Hetenként voltak meghatározva a normák. Tehát amit e hétre előírtak, az már nem volt érvényes a következő hétre. Akkor már a monarchia gazdaságilag a kimerülés szélére került. Sikerült ezeket a normákat betartani? Itt van a baj. Hát itt van a baj, hogyha azt mondja az ember, hogy erre reálisan számíthattak a katonák, akkor még nem lett volna nagyon nagy baj, de innen megindult időzélben mondva pokoljárás, mert ezek az adatok egyre inkább csökkentek. Hova tovább? Úgy nézett ki a helyzet, hogy a katonák örültek, hogyha olyan csapatokhoz kerülnek, akik harcolnak minősültek, mert a harcolók nyilvánvalóan, mint a rohancsapatok, ugye jobb ellátásban részesültek. Amíg a harcoló csapatok helyek közel megkapták a napi élelmiszeradagot, addig ez a hadifogságba esetteknél nem mondható el. Margittai Gábor és Major Anita, a Hadifogoly Magyarok a Nagyháborúban című kiállítás kurátorai. Az orosz példa az rémisztő. Katonáink leírják, hogy sokszor hónapokig utaztatták őket vagonokban, nyugatról Szibériába, Szibériából nyugatra. Olyan korrupt voltak az orosz katonai rend, hogy az utazások során egyszerűen ellopták az ellátmányt. Olaszországban, amikor például Azinárára kerültek, Szamár-szigetre, akkor ott annyira rossz volt az ellátás a kezdetekben, hogy sós halkonzervet adtak a katonáinknak, de nem volt ivóvíz. Sokan beletébolyodtak a szomjúságba, utána pedig, amikor már úgy nagyjából konszolidálódott a helyzet, akkor ugye a mi katonáink arra panaszkodnak, hogy minden nap makaronit kapnak, a különbség csak a makaroni kaliberében van. De volt valami előírás, hogy egy hadifogolynak mennyi ennivalót, meg milyen minőségű kell
megkapnia? Természetesen volt ilyen, de ezt nem lehetett betartani. Tehát amikor a szerbiai halálmarsz során egész Szerbia is éhezett, 1,5 millió szerb civil is menekült ekkor a központi hatalmak seregei elől, akkor nem lehetett ellátni a hadifoglyokat élelemmel. Előfordult az, hogy volt, aki 2 hónap alatt semmilyen ellátmányban nem részesült, tehát rohadt marharépát ettek, lódögöket ettek, cserélgettek, pokrócokat, ruhákat, bocskorokat. Számtalan följegyzésben írják a katonák, hogy mire elértek az albániai mocsárvidékre, addigra már annyira elnyűtte őket az éhezés, hogy elindult az emberhússal való házalás is. A hátországból érkezhetett csomag. Egyáltalán tudomást szereztek arról, hogy valaki hadifogságba esett, akkor otthonról nyilván az otthoni körülmények sem voltak rózsásak. Otthonról számíthatott valamire? Igen, működtek a csomagok, természetesen a csomagküldeményeket is körbeszőtte a korrupció, de eljuthatott csomag a családtól, eljuthatott pénzküldemény, amely aztán az életben maradást biztosította. Ez a fajta kapcsolattartás a családdal, a Vörös Kereszten keresztül mondjuk, ez sokkal jobban működött, mint ahogy a II. Világháborúban már nem. Csomagot nem csak a hadifogoly, hanem a fronton harcoló is kapott a segélyszervezetektől, a hadseregtől és otthonról is. Ezekben majdnem mindig volt sósborszesz, amit a katonáknak elvileg az izmaik dörzsölésére kellett volna felhasználni, ezt inkább cukorra csepegtetve elszopogatta, és amikor komázásra összehívták a haverok egymást, kibontották a csomagot, akkor azt vették észre, hogy mögcönzúrázták a csomagot, ez azt jelentette, hogy míg a tábori postából, amit hazaírtak, a rossz dolgokat vették ki, itt meg a csomagból meg a legjobb dolgokat sajátították el. A kereslet az óriási volt, de ezt a keresletet ezt tudta-e követni a kínálat? Volt-e egyáltalán, aki megművelje azokat a földeket? A hadsereg már az első hadműveletek előtt meggyengítette a létét biztosító gazdaságot, amit a sikertelen hadműveletek miatt szükségessé váló igen jelentős pótlások következtében tovább gyengített. Be kellett vonultatni ugye a háborúba a szekereket, meg a lovakat, málhás állatokat. Vagyis mindezektől az eszközöktől és állatoktól is megfosztották azt a mezőgazdaságot, amelyiknek a hivatása az volt, hogy az élelmiszer termelje. A kevés és silány minőségű élelmiszerből hogyan lehet látszatra jót és megfelelő mennyiséget előállítani? Pótanyagok felhasználásával, vagy éppen hamisítással? A hadsereg is igen sok hamisított élelmiszert kapott. A lótápot is hamisították, a szénát vizezték, hogy a tömegét növeljék, és ezt ki kellett a hadseregnek fizetni. Nem volt ki bizonyítatni azokat a problémákat ilyen szempontból, hogy most ez hamisított volt-e, vagy sem. Mert ezek a vegyészek, élelmiszervegyészek is a fronton harcoltak, ott görnyedtek a lövészárokban. Konkrét dolgokat tud mondani, hogy mit, hogyan hamisítottak, hogy mit mivel pótoltak? Ilyen anyagokat használtak. Krétaport, gipszet, malmokban azokat az örleményeket, amik kihullottak, kosszal együtt keverve, kukoricacsutkát megörölve, és a vizet. Például a tej hamisítására. De a háborúban a vegyi anyagokat tömegesen alkalmazták, például a kazánfesték az, ami a kolbászáró féleségeknél óriási diatalt aratott. Piros színű? Az piros színű volt, és mikor ezt belekeverték, úgy tűnt, mintha már megérlelt kolbásztermékekről lett volna szó. Nagy Pál ezredes az Osztrák-Magyar Monarchia első győzelme után még nem gondolta volna, hogy katonái egy év múlva már azt is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor éhesen kell farkas szemet nézni az ellenséggel. Nagy Pál vezérőrnagy a pozsonyi honvéd dandárt vezette az 1914. augusztus 23-a és 25-e között vívott Krasznyiki csatában. A győzelmes csatát követő 3 napi üldözés után Dunkel tábornok a hadsereg vezére kimerült csapatainak augusztus 19-ére pihenőt rendelt el. Ezen a napon történt, hogy egy másik, közelben lévő magyar dandár a felsőbb vezetés szándékai ellenére harcba keveredett az oroszokkal. A tervszerűtlenül megindult küzdelem a kezdeti sikerek után kedvezőtlen fordulatot vett. A komáromi császári és királyi 12. gyalogezred majdnem teljesen elvérzett. Az ezredtől jobbra és hátra pihent Nagy Pál tábornok pozsonyi és soproni honvédezredekből álló dandára. A tábornok hallotta a csatazaját és észrevette, hogy szomszédos bajtársai ellen nagy orosz tömegek nyomulnak. Elhatározta, hogy segítségükre siet. Harchoz fejlődtette dandárát és jelentette szándékát előjáró altábornagyának, aki azonban nem engedte a támadást. Nagy Pál tábornok erre jelentette, hogy kénytelen a támadás mellett megmaradni, mert nem vállalja a felelősséget, ha szomszédja esetleg vereséget szenved.
A honvéd dandár végül igen nehéz harcban visszavetette a közös dandárt szorongató ellenséget. Szomolyai Nagypál érdemességét a Mária Terézia katonai rend kitüntetésére 1918. augusztus 17-én állapították meg. 1921. októberében a budaörsi csatában ő irányította a Hortihoz hű kormánycsapatokat a visszatérni próbáló 4. Károly királyt kísérő legitimista csapatok elleni harcban. Nagypál 1927. február 10-én hunyt el Budapesten. A Kerepesi temetőben helyezték végső nyugalomra. A nagy háború. Az éhség az egyik legrosszabb társ, ami egy háborús katona mellé szegődhet, nem szül jó gondolatokat az üres gyomor. Spekál József mérnök ezredes azt mondja, hogy márpedig a magyar katona állandóan nem csak az ellenséggel, hanem a korgó gyomrával is hadakozott. A magyar katona gyomra mindig delet harangozott. De miért harangozott mindig delet? Mindig éhes volt? Azért, mert bármilyen jó is volt az ellátás, a magyar katonát az soha nem elégítette ki. A magyar katona nem várta meg a mozgókonyha beérkezését, hanem ha lehetősége volt, szétnézett a környéken, hogy mit lehet beszerezni. Egyedileg vagy kisebb csoportokban meglátogatták a majorokat, házakat, és csirkét, pulykát, ami kézre akadt, mindent beszereztek. Einstein volt, vagy kifizették? Einstein volt. A katona mindig csak szerzett. A rohamsisakot nagyon gyakran használták, mint a háziasszony, a szatyat vagy a kosarat, és telepakolták, mikor, mivel. Volt olyan csapatiszt, akit látott olyat, hogy szilvalekára töltötték tele a rohamsisakot. Amíg a háborút a katona a fronton mindenféle praktikával próbálta túlélni, addig a hátországban az otthon maradottak is a túlélésre rendezkedtek be. Nem beszéltünk még a hátországról úgy, hogy ők miből éltek. Elsősorban a fronton szolgálókat próbálták mindenféleképpen kiszolgálni, de hát az, aki otthon volt, az miből élt. Amit otthon megtermelt, azt megehette, vagy azt elvitték, vagy azt megvásárolták. Ligeti Dávid történész. Jegyrendszer volt, mint minden háború folyamán, és ez a jegyrendszerre megszerezhető élelmiszer mennyiség, ez viszont szinte egyenes arányban csökkent a háború idejének előre haladtával. Rendeltileg kellett megtiltani, például 1918. áprilisában, tehát majdnem pont 100 évvel ezelőtt, hogy nem szabad fehér kenyeret készíteni, illetve árulni. Tehát, hogy annyira be kellett osztani a nyersanyagot, a gabonát, hogy ilyen korlátozásokra is szükség volt. Abban bíztak, hogy a cári Oroszországtól elfoglalt területek, lengyel-ukrán területekről, majd így extenzív módon sikerül emelni majd a termésátlagot, és akkor ez oldja meg ezt a problémát. Sok esetben nem tudták elszállítani a gabonát Ukrajnában, mondjuk Magyarországra, egyszerűen fűtőanyag vagy más bonyodalmak miatt. Megfigyelték azt is, hogy a parasztok viszont előszeretettel rejtették el a gabonakészlet egy részét, külön erre a célra megbízott alakulatokat kellett összeállítani, hogy a hadsereg számára rekviráljanak lényegében. És a hadseregnek már a háború végére nagyon komoly erőket kellett erre összpontosítani, hogy biztosítsák az ellátást a hátországból. Mikor kezdték azt érezni, hogy nem igazán volt mit adni? Vagy hogyha volt is, látták azt, hogy jóval csekélyebb mennyiség áll rendelkezésre, mint amennyi kellett volna. 1916 háború fekete éve volt, mind katonai, mind élelemellátás területén. A mezőgazdasági termésátlag minden addigi termésátlagot alulmúlt. Nyilván ott vannak azok a fortélyok, amit egy mezőgazdasági szakember tud. Hogyha őket a frontra irányítják, és éppen nem szakember az, aki végzi a termelést, akkor elmarad a trágyázás, elmarad a vetésforgó, amelyek a termésátlagot felhúzzák. Hát, hogy ez mennyire így van, nem csak a bevonultatott emberekkel, lovakkal, szekerekkel gyengült meg a mezőgazdaság, hanem, amint ön említette, az elmaradt trágyázásokkal is, meg a hiányzó szakemberrel is, a hadsereg óriási mennyiségű vágómarhát fogyasztott. Nem volt trágya. Mivel trágyázzák a földet? Szaporodtak a problémák. Az is előfordult, hogy a katona arra kérte az otthoniakat, hogy ne küldjenek számára csomagot, mert tudta, hogy a családjának még kevesebb jut. Akármilyen jó volt az ellátás. Ha például a visonzó fronton 2-3-4 napos pergőtűzben volt, a katona gyeközben halottak között feküdt, tehát ilyen körülmények között a katona még a legjobb élelmet se tudta elfogyasztani, sőt, még ahogy mondták, a háború legédesebb keserűsége a fekete kávése kellett. Mennyivel szereltek le egy átlagban ezek a katonák, amikor véget ért a háború? Katonák átlag tömege a délnyugati arcvonalon az 50 kg körülre zuhant vissza, tehát egyszerűen csonttá fogytak a katonák, lehet így fogalmazni. Az, hogy a
élelmiszerekből viszonylag kevés állt rendelkezésre, azt eredményezte, hogy az emberek legyengültek. Tehát ez a legyengült immunrendszert is eredményezett, amely aztán megágyazott az 1918 őszén kirobbant spanyol náthon-magyarul influenza járványnak. Több rétű kérdés volt ebből az aspektusból, hogy milyen következményei vannak, ha nincsen elég élelmiszer. A monarchia utolsó nagy háborúja. Móra Ferenc, a béke utonállói. Mikor ezt a förtelmes háborút elindították a pokol kalauzai, akkor a gonoszság és együgyűség kinevezte az igazi népháborúnak. Ez volt az első bolondító festék, amit a képére kentek jó vastagon. Szinte kérkedtek vele, hogy az ezelőtt való emberiség még ilyet nem pipált. Borzasztó szépnek tetszett az, hogy most mindenki katona lesz 40 napig, mert akkorra természetesen vége lesz az egész hecnek. Aztán, hogy a 40 nap elmúlt, és a háború arcáról az embervérmérge kezdte leenni a festéket, új színeket kellett rámázolni. Akkor találták ki azt, hogy a háború hallatlanul följavítja az erkölcsöket, hogy a háború feltámasztja a nép daláris virtusát, hogy a háború a züllés féke. Katedra, szószék, laboratórium. Prohászka püspök és Méhely professzor egyesült erővel bizonyították, hogy a háború nagyszerű természeti törvény, és a sajtó egész Európában úgy beszélt a történelemről és a történelmiségről, mintha a porosz-francia háború óta a történelem munkaszünetet tartott volna. Szinte szégyelte az ember azt a rohadt, piszkos, bűzös, nyomorult békét, amiben azóta élt. És hálálkodott a sorsnak, hogy most legalább kortárs lehet. Ez a háború imádás azonban, amit valaha az emberiség nagyobb szégyenének fognak tartani, mint magát a háborút, közel se tartott annyi ideig, mint a háború. Ahogy a háború szörnyű szenzációjából szörnyű mindennapi élet lett, a hozzáhazudott frázisok piros gőze elszállt, s a rohadt béke egyszerre kívánatos lett az emberiségnek. Nem most, hanem már esztendőkkel ezelőtt. A béke már nagyon régen a levegőben van. Ezt a levegő politikai kémikusai sohase vonták kétségbe. Sajnos ez a békének nem sokat használt. Lecsapódni, ténnyé sűrűsödni máig se bírt, s nincs megmondhatója, mikor bír. A Vénribolt ma nagy beszédet mondott a francia kamarában a békeúszítók ellen, akiknek munkáját gyalázatosnak nevezte, s beszédében egészen mezítelenre vetkőztette az Antant háborúját. Nem merte azt mondani, hogy a francia nép nem kívánja a békét, hanem azt mondta, hogy a francia kormány dolga, és nem a szocialistáké, és nem a többi pártoké. Íme a népek nagy háborújáról haldoklásában kiderül, hogy már csak az államférfiak háborúja. Nem arról van itt szó többé, hogy melyik nemzet az erősebb, hanem arról, hogy ki a különb államférfi. Eddig mindig nagy frázisokkal álltak útjába a békének, hogy háborúval kell immunizálni a háborút, hogy a muníciógyárakban építik a jövő fészkét. Ilyen bolondságokat mondtak eddig. Hogy nyomort, ínséget, éhséget türelemmel kell elviselni a közös nagy célokért, mintha a marseilli hordárnak, a lyoni sejem takácsnak, a bordói vincellérnek és a párizsi érseknek lehetnének közös céljai. Most már mindenről nincs szó. Most már az az egyetlen érv, hogy mit gondolna a franciákról Wilson, ha most kötnének békét, amikor őt beleugratták a háborúba. És ezért kell tovább tartani a háborúnak, hogy Wilson rosszat ne gondoljon Ribolról és Lloyd George-ról, és ezért kell tovább is keresztre szögezve szenvednie a világnak. Mert 8-10 ember, akit a vak véletlen plakátragasztó helyett államférfivá tett, hozzákötötte magát a végső győzelem frázisaihoz, mint a csökönyös ló. Ha olyan biztosak benne, hogy a francia nép azt akarja, amit ők, miért nem szavaztatják meg a francia népet otthon és a frontokon? Ha mindenütt megkérdeznék a népeket, nem lenne többet sorozás a világon. Száz éve történt a nagy háború.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották. Köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette 2018-ban. Viszont hallásra!